Jó reggelt, jó munkát! Gyere, helyben járunk. Jobb láb, jobb kar, jobb oldal, nagy levegő, beszívjuk, kifújjuk, beszívjuk, kifújjuk, na még kettőt, még egyet, így van, lépzár. Nagyon jó, emeld a vállad, jobb és bal, jobb, bal, amerre lépsz. 4, 3, köröz hátra, jobb és bal. Húzd ki magad, engedd le a vállad, mehet a páros kar. 8, 7, 6, 4, 3, gyere előről, jobb és bal. Páros, 4, 3, jobb és bal, 4, 3, páros, 4, 3, engedd le a karjaidat, told lefelé a vállad, hosszú nyak, széles mellkas, 4, 3, kettőt lépünk jobbra most. Aha, a kettőnél vízszintesen húzd hátra a könyököt, és zárd a lapockákat. Lapocka, na gyere még háromszor. Még kétszer. Még egy. Nagyon jó. Gyere előről. Egy-egy. Köröz hátra. Páros kar. 4, 3. Kettőt lépünk jobbra most. Még egyszer. Oké. Egy-egy. Sarok. Lendítsd a karot, hajlítsd a térded. Ugye jobb kilép a bal. Sarok. Húz. Mehet magasabbra a kar. A vízszintes fölé megy a nyújtott kar. 4, 3. Gyere előről, zárd a lábad, köröz hátra. Páros kar. 4, 3. Kettőt lépünk jobbra. Még egyszer. Jön a sarok. Párhuzamosak a karok. A hajlított kar és a nyújtott kar. És a nyújtott kar fölfelé mutat a lendítés végén. De hosszú a nyakad. 4, 3. Jön a térd, bal és jobb. 8, 7, 6, 5. 8, 7, 6. 4, 3. Gyere előről, zárd a lábad, köröz hátra. Páros kar. Figyelj, kettőt jobbra. Még egyszer. És a sarok. 8, 7, 6, 4, 3. Jön a térd. 8, 7, 6, 4, 3. Előről, még egyszer jobbra. Páros. 4, 3. Kettőt jobbra. Még egyszer. Mehet a sarok. 8, 7, 6, 4, 3. Jön a térd. 8, 7, 6, 4, 3. Oké. Zárd a lábad, engedd le a karjaidat. Egy kör hátra. Hátul lent a váll. Elől a jobb kar. Finoman húzd. Lent a váll, fönt a fej. Elől a bal, hosszú nyak, széles mellkas. Nagyon jó, 90 fokot fordulunk jobbra, jobb láb elől, bal láb hátul. Jön egy kis nyújtás, hátul támad le a bal lábad, emeld a sarkad, engedd le. Döntött törzs, szép egyenes gerinc, feszes hasizom, elől hajlítva, tért hátul nyújtva, kellemesen húzódik a vádli. Tartsd meg lent a sarkad, döntsd a törzsed. 8, 7. Párhuzamosak a lábfejek, arra figyelj, előre mutat a bal is. Támaszkodhatsz a combodon, ha úgy könnyebb. 2. Fönt állj meg, billent a csípőd. Hátul a sarkad, legyen a levegőben. 6. Csak a köldök alatti rész. 4.
hármat, kettőt, hátul a testsúly, elől nyújtsd a térded, feszítsd vissza a lábfejed elől, hátul van a testsúly, hajlított térd, elnyújtott láb, pipáló lábfej, egyenes gerinc, kettőt még, elől a testsúly, sarkadat húzd hátul, sokszor, feszes hasizom, egyenes derék, széles mellkas, hosszú nyak, négy, három, mehet a térd, tol, tol, öt, hat, hét, nyolc, hét, hat, négy, három, kilépünk terpezbe, egyenes törzselődőj előre, gömbölyű emelkedj, egyenes le, gömbölyű föl, támaszkodj a combodon, na még egy, egyenes is ki a törzsed, fordítsd el, bal és közép, jobb és közép, maradjon széles a mellkas, hosszú egyenes gerinc, négy, három, kettő, hinta, balra kezdjük, felemelkedünk, zárjuk a lábunkat, egy kör hátra, hátul lent a váll, van egy mini kombi, balra is eljátsszuk, négy, három, karkör, bal és jobb, a páros, négy, három, kettőt lépünk balra, és még egyszer, jöhet a sarok, és 8, 7, 6, 4, 3, jön a térd, 8, 7, 6, 4, 3, gyere előről, zárd a lábad, köröz hátra, páros, figyelj, kettőt balra, még egyszer. Sarok. 8, 7, 6, 4, 3. Jön a térd. 8, 7, 6, 4, 3. És utoljára előről. És zárd a lábad. Páros. 4, 3. Kettőt balra. Még egyszer. Sarok. Négy, három. Jön a térd. Négy, három. Oké, zárd a lábad, engedd le a karjaidat. Egy kör hátra. Szép hosszú nyak. Fűzd össze hátul az ujjaidat, lent a váll. Emeld a karokat. És fordulj el balra. Négy, három, támaszd le hátul a jobb sarkad, emeld meg, engedd le. Döntött törzs, egyenes gerinc, elől hajlítva a térd, hátul nyújtva, kellemesen húzódik a vádli. Kettőt, lent a sarok, döntsd a törzset, nyolc, hét, hat, támaszkodhatsz nyugodtan. Figyelj arra, hogy ne forduljon el a jobb láb. Maradjon párhuzamos a két lábfej. Fönt állj meg, billensd a csípőd, hátul a sarkad legyen a levegőben. Csak a köldökvonalától lefelé, csípő hajlító izmokat nyújtjuk. Kettőt még. Hátul a testsúly, elől nyújtsd a térded, döntsd a törzsed, feszítsd vissza elől a lábfejed. Hat, öt, négy, három, kettő, elől a testsúly, sarkadat húzd hátul, sokszor. De legalább még nyolcszor. Egyenes törzs, feszes hasizom, három, kettő, megy a tér. Tol, tol, hát jó reggelt, jó munkát. Hat, hét, nyolc, hét, hat, négy, három, visszafordulunk előre, terpesz, támaszkodj a combodra, domborítva egy kicsit emelkedj, homorítva, vagy egyenes törzsel süllyedj. Egyenes le,
domború föl, na még egy. Egyenesítsd ki a törzset, fordítsd el, jobb és közé, bal és közé. Szép széles mellkas, hosszú gerinc, beleértve a nyakadat is. Az is szép hosszú, nem csúsznak föl a vállak. Oké, hinta, jobbra kezdjük. Felemelkedünk, zárjuk a lábunkat. Egy kör hátra. Hátul lent a váll, elől a pici kereszt. Maradjanak hátul a vállak, ne essenek előre. És húzd hátra a karjaidat. Közelítsd a lapockákat, zárd a lapockákat. Feszes hasizom. Fűzd össze az ujjaidat, lent a váll, emeld a karokat. És ha megy, forgasd hátra a tenyered. Ugye? Nagyon jó. Leengedheted, nyugodtan így áll egy kortyot. Gugolás, kargyakorlat, megint gugolás, megint egy kis kar, aztán a második fél idő elől, hátul dolgoztatjuk az izmainkat. Kell egy pár kézisújzó, az se baj, ha anélkül csinálod. A heveder a szokásos. Kihúzhatod a köntösödből a kötőt. Ezt a jó ötletet kaptam egy kedves vendégemtől. Gugolni fogunk, lehet súlyzóval. Széles terpezben kezdjük, kifelé mutat a térd és a lábfej, és nagyon szigorúan billensd be a medencédet a törzsed alá. Tehát nagyon fontos, hogy ne dugd ki hátra a feneked, billensd a medencédet, feszes hasizom, feszes farizom, és ha megy, akkor még az oldalemelés súlyzóval, vagy anélkül. 16 nagy, 32 pici, 3 körünk van belőle, de csak az első a széles terpesz, utána majd szűkítjük. 8, 7, 6, tehát nem homorítasz, de billented a medencédet, és nem domborítasz. Nyújtod a törzsed. Picit lent, 32. Így van. Akár csípőre is leheted a kezed, még 20, 18, 16. Ez a szám misztika, 28 van 16. 8, 7, 6. Tedd a válladra a kezed. Picit döntsd a törzsed, és közelítsd a lábakat. Kicsit még kifelé mutat a térd és a lábfej, megy a gugolás. És rátehetsz egy karmunkát is, akár súlyzóval, akár anélkül. Fontos, hogy nem homorítasz, bebillented a medencédet a törzsvonalába, és nem domborítasz, nem lóg a fej, döntve is egyenes törzs. 10, 9, 8, 7, 6, felkar vízszintes, lent a váll, fönt a könyök. Ugye nem engedjük fölcsúszni a vállat, leesni a könyököt. Lent a váll, fönt a könyök, picit lent, 32. Nyújtva is lehet a kar, ha úgy kényelmesebb. Vagy bírod, ne dugd ki hátra a feneket, ne csúszson messze előre a térded elé, a lábujjak vonala elé a térd, hozd vissza. Nincs már sok. 8, 7, 6, dugd el hátra a súlyzót, 4, 3, maradj itt lent, közelítsd a lábakat, csípőszéles terpesz, párhuzamos lábfej, ugyanaz a szabály. Nem előzi meg a lábujjak vonalát a térd, döntve is egyenes a törzs, 16. Lehet súlyzó nélkül, az se baj, ha hátra eldugod a kezedet. Még négyet. Hármat. És tudod, nincs vége. 32, pici lent. Egyenes törzs. Köldöködet húzd be. Fenekedet szorítsd össze. Ha megy, akkor gyere lejjebb,
vízszintes comb. Fönt a kar nem hullik le. 8, 7, 6, 4, 3, oké, ez megvan, nagyon jó. Pihentetjük egy picit a combokat, ha úgy érted, hogy nyújtani kell, nyugodtan támaszkodj, kapaszkodj. Csípő előre, comb hátra. Nem nyílik ki. Egyébként pedig a következő gyakorlatsor a lábakat nagyjából békén hagyja. Súlyzó és kar feladatok jönnek. Legyen nagyjából csípőszéles vagy válszéles, de jó stabil terpezben. Kicsit kifelé mutat a térd és a lábfej, ha válszéles a terpez, rogyazd a térded, szorítsd össze a feneket, húzd be a köldököt, nyújtsd a törzset, nyisd a mellkast. Úgy emeld a karokat, hogy nem csúszik föl a váll. Ugye? Lent a váll. Ha könnyű a súlyzód, vagy súlyzó nélkül dolgozol, akkor ne is engedd le egészen. Csak félig. Vagy kétharmadig. Így van. 8-at még. Mindenből 8-at csinálunk, minden figurából. Bármikor leteheted a súlyzót. Csukló egyenes, könyök enyhén hajlítva. Enyhén hajlítva az azt jelenti, hogy nem feszíted ki a könyöködet, és nem hajlítod be a csuklódat. Három pici fönt, három, kettő és egyet le. Nem muszáj egészen le, hogyha könnyű a súlyzód, akkor csak félig. Tehát, könyök enyhén hajlítva, csukló egyenes, lent a váll, és még arra is figyelj, hogyha lehet, akkor a könyököd följebb legyen, mint a súlyzó, mert ugye ez hibás, nem annyira, de mégiscsak más izmokat dolgoztat, mint hogyha lejjebb van a súlyzó, mint a könyököd. Úgy folytatjuk, négy ütemű gyakorlat lesz, hogy megemeled, előre húzod, kinyitod és leengeded. Emel, előre, nyit, és persze nem kell mondanom, hogy a törzs a legfontosabb, a tartás. Tehát nem homorú, nem domború. Figyelj arra is, hogy a két térdedet ne feszítsd ki, mert ha kifeszíted, akkor sokkal könnyebb homorítani, azt meg el akarjuk kerülni. Hajlított tér, medencéd a törzsed alatt. Így van, tartsd meg, bocsánat, megyünk még tovább, ugyanez a négy ütem, de elől a könyökünket érintjük össze. Emel, könyök, nyit, le. Emel, könyök, nyit, le. Figyelj rá, hogy ne szaladjanak föl a vállak, mindig hosszú a nyakad, ki kell tudni szabadítani a nyakadat. Ez a tisztán látás és a tiszta érzékelésnek a kulcsa, szabad hosszú nyak, ura vagy a helyzetnek. tartsd meg fönt, ebből érintés nyit. Ebből is van 8. Lentről egészen eljutunk föl a fej fölé, magas tartásig. Persze nem kell végsúlyzóval, valószínűleg ez a közép rész, ez a legnehezebb. Figyelj, három pici elő, és három, kettő, egy, és egyet nyitsz, és amikor nyitod, akkor a lapockákat közelíted. Nem elég a kezedet vagy a súlyzót érinteni, mutatom, ez a hibás, hanem a könyöködet kell. Három, kettő, akkor dolgoznak igazán a mellizmok. Kettőt még ugyanígy. Aztán ezen a vonalon megyünk tovább, picit könnyebb lesz, mert három picit húzunk hátra, és hátra, hátra, és csak egyet előre. Amikor hátra húzod a könyöködet, akkor a lapockákra koncentrálj. Hát, ha sikerül a két lapockát egy kicsit hátul a gerinchez közelíteni. Három, kettő, egy, gyere még négyszer, ez az, még háromszor. Kicsit könnyebb, mint amikor csak elől voltunk. És úgy megyünk tovább, négy ütemű lesz ez a gyakorlat is, hogy nyit, nyújt, nyit és zár. Nyit, föl, nyit és zár. Nyit, nyújt, nyit és érint. Ebből is van még 6. Nyit, tol, nyit, érint. 4, föl, nyit, elől, nyit, föl. 2-t még. Nem tart már sokáig, de azért van egy kis feladat, tartsd meg oldalt, engedd le a váll vonaláig. Föl, le. 7, a váll vonalától föl a fej fölé. Nyújtod és emeled a karokat, és nem szalad föl a váll, hosszú a nyakad, ugye? Így van. Fönt tartsd meg, fogd össze a két súlyzót, vagy a két kezedet, mozdulatlan a felkar, ez az utolsó gyakorlat.
Feszes hasizom, feszes farizom, felkar a fül mellett, nem homorítasz, nem domborítasz, és nem esik le a fejed. Kettőt már csak. Nagyon jó, meg vagyunk. Hát egy kicsit félretehetjük a súlyzót, persze nem túl sokáig. Rázd le a karjaidat. Így van, megnyújtjuk a mellizmot, sokat dolgozott. Ugyanaz a lényeg, hajlított ért, medencéd a helyén. Melkas nyitva, meg a hátizmokat. Engedd le a fejed, pihentesd egy kicsit a melkasodra támasztva. Jól van. A következő gyakorlat sorhoz szintén szükség lehet a két súlyzóra, de persze bármikor leteheted. 4x24 ismétlés. Guggolás és még két másik gyakorlat. Három gyakorlat, mindegyikből 8 ismétlés, és ez a három gyakorlat 4-szer ismétlődik. Úgy kezdjük, hogy jobb harán terpesz, jobb láb elől, bal láb hátul, de hogy könnyebb legyen, én el is fordulok, és így mutatom, hogy lásd a távolságot, jó, messze van egymástól a két láb, billensd be a medencédet a törzsed alá, 8 darab guggolás, és hozzá nyakból nyomás. Itt már voltak a karok, ugye? Nem baj, belefér. Feszes hasizom, egyenes törzs, figyelj, maradj lent, maradj lent. Most 8 darab, csak nyakból nyomás, és mélyen hajlítva van a hátul levő tér. Ilyen mélyen. Nem kellett tenni, de legjobb, ha csak egy picivel van a föld fölött. Kettőt még, figyelj, dőzsd a törzset, emeld hátul a bal lábad, és a döntött törzs egyenes, köldöködet húz be, feszes hasizom, és a karral még ráteszünk. Gyere, kezdjük előről, második kör a 4-ből, guggolás, 7, 6, függőleges egyenes törzs, feszes hasizom, széles mellkas, hosszú nyak. Mindig. Maradj lent, csak a kar. 8, 7, addig is statikusan dolgozik a farizom, meg a comb. 3, 2, döntsd a törzset, hátul emeld a bal lábad. 7, ahogy a karokat emeled, lapockákat közelíted, még egy kicsit dolgoztatod a hátizmokat. 2-t még, felénél tartunk, guggolás, 3. kör, 8, 7, 6, 5, ez akár csípőretett kézzel is jó egyébként. Tudod. Nagyon jó, maradj lent. Csak a kar. 8, 7, 6, 5, 4. Közben ki lehet számolni, hogy mennyi 4x24. Én még nem tudtam kiszámolni. Gyere, döntsd a törzsed, emeld a bal lábad. 8, húzd be a köldököt. 7, 6, de az biztos, hogy majdnem 100. 4, 3, és ez még csak az egyik oldal. Kezdjük a negyedik kört. Guggolás. 8, 7. Elől a térdet nem előzi meg a cipőórának a vonalát. Már mondanom se kell. Maradj lent. Csak akar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, és még az egyensúly, elől a test súly, emeld a bal lábad. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ugye be volt hajlítva a tartóláb. Pihi, kihúzzuk a körző hegyét, azóta jobb láb, nyugodtan így állj kortyot, maradunk még, akár szembe is, jobb harán terpezben. Egy súlyzó elég. Jobb harán terpezben, ezt is oldalról mutatom, jobb láb elől, bal láb hátul, jobb láb hajlítva, bal nyújtva, billensd a medencédet, egyenes a derekat, húzd be a köldököd. Mehet, mehet a karemelés, döntött törzsű oldalemelés. 4 gyakorlat, mindegyikből 8 nagy, 16 pici. Ahogy szeretjük. 4-et még. Ne lóbáld, könyökenyhén hajlítva, csukló egyenes, ahogy szoktuk. Picit föl, a törzs szimmetrikus, tehát nem csavarodik el semmelyik irányba, hanem
marad előre fordítva. 4, 3, tartsd meg, hajlítsd a könyököt. Most a felkar mozdulatlan, karhajlítás, ez a második gyakorlat a 4-ből. Ha nagyon kényelmetlen a lábtartás, akkor az se baj, ha egymás mellett van a két láb párhuzamosan. De a törzs változatlan, ugyanúgy. Hajlítva egy picit föl. Tol, tol, tol. Ugyanúgy egyenes gerinc, ugyanúgy széles mellkas, hosszú nyak, két gyakorlat van még hátra. 4, 3, tartsd meg, told előre. Súlyzó nélkül is lehet. Vízszintesen. És 20. 6. És 20. 5. 4. 3. 2. Oldalt hajlítva, picit emelj. Föl. 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 5. 6. 7. Jön a negyedik gyakorlat. 7. 6. 4. 3. Lentről, a függőlegestől a vízszintesig hátra. Szűken a törzs mellett. Egy nyújtott karú evezés, gyakorlat, lóbálás nélkül. Így van. 2. Picit föl. Könyök hajlítva picit. Csuklód egyenes, nem hajlik előre, hátra se. 8. 7. 6. 4. 3. Nagyon jó, ezzel meg vagyunk. Rázd le a karod. Meg is nyújtjuk. És utána gondolhatod, megcsináljuk az egészet a másik oldalra, és azzal fog az első fél idő a végére érni majd. Jobb kar elől, keresztbe a törzs előtt, ne csapódjon föl a váll, ne görbüljön a hát, széles mellkas, hosszú nyak. Csúsztasd be a tenyeredet a vállad mögé, térdek enyhén hajlítva, feszes farizom, feszes hasizom mindig. És csúsztasd be a tenyeredet a lapockák közé, told hátra fejeddel a karodat, ne lökj előre a kara fejet. Egyenes törzs. Nagyon jó. Szóval, nyugodtan így áll, megcsináljuk a guggolás sorozatot, a 4x24-et, meg a súlyzós részt, a döntött törzsű emelést. Bal láb lesz elől, ugye, harán terpesz, párhuzamos lábfejek, így mutatom. Indul a guggolás, és 8, mehet hozzá a nyakból nyomás is. Nagyon fontos, hogy mind a két lábfej egy irányba mutat. Tehát nem jó, hogyha a hátul levő elfordul. Így van. Maradj lent, maradj lent. A lent az azt jelenti, hogy lent. Nem itt, és nem nyújtott térdel, hanem hajlított térd, és csak nyakból nyomás. Na jó, lehet egy picit pihenni. Így van. Döntsd a törzsed, elől a testsúly, emeld hátul a jobb lábad. 7, 6, pihenni bármikor lehet, de amikor csinálod, akkor rendesen csináld, ez nagyon fontos. 3, 2, guggolás jön, második kör a 4-ből. 7, 6, 5, 4, 3, 2, maradj lent, csak akar, 8, 7, 6, 5, én így csalok, nem jó, így jobb. Elől a testsúly, emeld hátul a bal lábad. 7, ami igazából a jobb, tehát már tudjuk. 4, 3, ugyanaz, ami eddig. Kezdjük előről, harmadik kör, guggolás, 8, 7, 6, 5, ez az utolsó előtti kör a harmadik. 2-t még, maradj lent, csak akar, feszes hasizom, egyenes törzs, mindvégig. 4-et még, 3-at, 2-t, elől a testsúly, egyensúly gyakorlat, 8. Nagyon fontos, hogy a tartólábad, a bal legyen behajlítva. 4, ne feszítsd ki, ne nyújtsd ki. Így kíméled a térded. Gyere előre, utoljára, negyedik kör. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
maradj lent, csak akar, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és az egyensúly, 8, 7, 6, 5, tartóláb hajlítva, törzs nyújtva, 4, 3, 2, és kész! Hú! Lerázzuk! Nem ülünk még le. Van nekünk az a súlyzós gyakorlatunk a bal karral, ahol szintén a bal láb van elől, és a törzs döntve van, és én ezt oldalról mutatom. Feszes hasizom, lóbálás nélkül, egyenes gerinccel, 4, 3, könyök hajlítva, picit, csukló egyenes, picit föl, 16, nem csavarodik el a törzs, sem erre, nem homorítasz, egyenes derék, feszes hasizom, nem domborítasz, nem csúszik föl a váll. Tarts meg, hajlít és nyúj, második gyakorlat a 4-ből. Nagyon sokszor látom azt is, hogy nem mernek a vendégek előre dőlni, pedig lehet támaszkodni, nyugodtan, azért van. Picit hajlítva föl, inkább fönt maradnak, de ez egy csomó hiba lehetőség. Abban ugye benne van a homorítás, a domborítás hiba lehetősége is. Ha ütöd a törzsöd és jól megtámaszkodsz, akkor ezeket ki tudod kerülni. Figyelj, tartsd meg, tolj előre vízszintesen. Tol, húz, tol, hosszú nyak, akkor is, amikor tolod, akkor is, amikor húzod. 4, 3, 2, hajlítva picit föl oldalt, és van még egy negyedik gyakorlat. Érzed a lapockák, a bal lapocka körül kezdenek fáradni a hátizmok, ezt szeretjük. Lentről nyújtva, függőlegesről vízszintesig, de nincs egészen kinyújtva, enyhén hajlítva a könyök, csukló egyenes. Itt is dolgoznak a lapockák körüli hátizmok, váll hátsó része, karfeszítő oldal. Picit föl, de nem dolgozik a nyak. Azt kiszabadítod. Ha érzed, hogy feszül, tedd le a súlyzót. Pihenj egy picit, és utána folytasd. 6, 5, 4, 3, ez is megvan. Ó, leengedjük. Remek. Ha, lerázzuk. Megnyújtjuk ugyanúgy, mint a másik oldalon. És ha megvannak a nyújtó gyakorlatok, először elől keresztbe, széles mellkassal, hosszú nyakkal, ha megvannak ezek a nyújtó gyakorlatok, akkor megyünk le a földre, told hátra a vállad mögé a tenyered, ne felejtsd el hajlított tér, medence billentés a törzs alá, csúsztasd be a tenyeredet a lapockák közé, told hátra a fejeddel a karodat, ne löki előre. Még egy állós nyújtás a combizmoknak. Lehet támaszkodni, kapaszkodni. Sargad a fenekedhez, csípő előre, comb hátra. Tartóláb hajlítva. Így kiméled a térdet. Ha behajlítod egy picit a tartólábadat, akkor bekapcsolod a combizmokat, azok dolgoznak, az izület pihenhet. Ha kifeszíted a térdet, akkor lazsálhatnak az izmok, és az izületet túlterheled. Nagyon jó! Szivacs, és leülünk. A súlyzóra nem biztos, hogy szükség lesz, a heveder az, ami még előkerül. És mindjárt ülésben folytatjuk. Jöjjön egy nyújtó gyakorlat. Nyújtsd ki a két lábad, nyújtsd a törzsed, és szép egyenes törzsed, dőlj előre. Ha messze vagy, akkor támaszkodj meg a talajon, maradjon egyenes a törzsed. Ha van hevedered, akkor úgy szintén tartsd egyenesen a törzsed, és úgy tartsd meg, hogy picit húzod is finoman, és ha nagyon-nagyon könnyen megy, akkor persze ráfekedsz a lábakra. Hajlítsd a térded, alatta kapaszkodj meg, domboríts, támaszd rá a fejed a mellkasodra, és egészen engedd hátra a gerincedet. Gömbölyűen, domborúan támasz rá a fejed a mellkasodra. Combfeszítőnek a gyakorlata jön, jobb lábbal először, aztán a bal lábbal.
Tehát előlevő izmokat fogunk dolgoztatni, és ehhez a bal láb pihen, a jobb láb nyújtva, törzs nyújtva, széles mellkas, indul a lábemelés. Megmutatom oldalról, mert itt nagyon fontos a tartás, itt mindig. Ne görbüljön be a hátad, és ne tűnjön el a nyakad. Szabadítsd ki a nyakad, nyisd a mellkast, húzd be a köldököt, és ha nagyon-nagyon-nagyon nehezen megy, akkor nyugodtan leteheted a könyöködet, de akkor is húzd be a köldököt, ne engedd el a gerinced. Feszes hasizom, derekad a talaj közelébe. Így van. Figyelj, picit föl, tol. Négy körből ez az első. Nem csúszhat be a nyakunk se. Nyolc, hét, bármikor megállhatsz pihenni. Négy, három, vidd ki oldalra és vissza. Oldalra, vissza. Oldalra, vissza. Oldalra, ez a széles mellkas, hosszú nyak. 12, 10, 9, nyújtva is kell tartani a térdet, tartani is kell a lábat, tehát nem csoda, hogyha fáradnak a combizmok. Ha egy kicsit meg kell állni pihenni, nem baj. Kettőt még. Elől picit föl, és tol, 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 tol. 5, 6, 7, 8, 7, 6, 4, 3, húz a térd, tol a sarok. Húz. Picit könnyebb, ugye, mert legalább van benne egy térdhajlítás. Széles mellkas, hosszú nyak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nyújtva, picit föl, tol, 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 5, 6, 7, 8, 7, 6, van még egy utolsó kör, egy negyedik, húz és tol ugyanúgy, de ha tudod egy picit nehezíteni, akkor húz és emel, és húz és emel, húz, emel, húz, húz, így van, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és ezzel a picit föl, hú, 16, nem baj, ha remeg, sőt, az azt jelenti, hogy tényleg kihoztad belőle a maximumot. Lélegezz. 4, 3, én már egyet se tudok többet. Így leesett a lábam. Szép munka volt, már csak azért is, mert ugye a sok guggolással is elfárasztottuk már. Mindjárt jön a másik láb, de előtte ezt megnyújtjuk. Húzd be a sarkad a fenekedhez, és dőlj hátra. Lehet a tenyereden támaszkodni a könyöködön. Hogyha jól megy, akkor fekhetsz, de fontos, hogy ne legyen nagyon kényelmetlen, inkább kellemes, jó leső. Nagyon jó, jön a másik oldal. Hajlítva pihen a bal láb, nyújtsd a jobb láb, bocsánat, és nyújtsd a balt. A ballal fogjuk elkezdeni, húzd be a köldököt, nyisd a mellkast. Ez az. 16, majd 16, pici. 4 kör. Ennél sokkal többnek kell elfogynia. Még 8. Szabad torna közben inni. Jó, ha nyitva van az ablak. Sokkal könnyebben megy a torna. Van friss levegő. Húzd ki magad. Picit föl. Tol, tol, tol. 5, 6, 7, 8, 7, 6. 4, 3, tartsd meg, vidd ki oldalra, a talaj fölött, hoppá, és vissza. 14, 13, feszes hasizom, széles mellkas. 8, 7, 6, 5,
3, 2, erről a picit föl, tol, 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 5, 6, 7, 8, a harmadik kör, azt tudod, az egy kicsit megkönnyebbülés volt, mert volt benne egy térdhajlítás, hogy is volt az? Húz és tol, húz, tol, húz, de nem adod föl a tartást, ugye? 12, nem baj, ha nem jön nagyon magasra, vagy nem jön 100-szor, de a tartás rendben van. 8, 7, első a helyes tartás, második a helyes mozdulat, mi a harmadik? Súlyzó meg az egyebek, az az utolsó. Picit emel, nyújtva föl, amíg nem tud helyes tartással a helyes mozdulatot kivitelezni, addig nem kell súlyzó, mert az többet árt, mint amennyit használ. 4, 3, húz és tol. És ha tudod egy picit nehezíteni, akkor húz és emel. Húz, emel, húz, emel, húz. 10, 9, 8, gyere együtt még kibírjuk, magamtól már letenném, 4-et még, és az még nem a vége. 2-t, picit föl, 16, jaj, húzd ki magad, lélegezz, szabadíts ki a nyakad, nincs már sok, 8, 7, 6, 4, 3, egyel se tudtam volna többet. De erre nem vagy büszke, hanem megnyújtjuk a combfeszítőt. Ez se olyan kevés, érzette is. Húzd a sarkad a fenekedhez, tőj hátra, tenyeredre, könyöködre támaszkodj. Eddig úgy nagyjából az előlevő izmok dolgoztak, most a hátul levők fognak következni, a combfeszítő, csípőhajlító hasizmok. A hátul levők jönnek majd, és ehhez, csak mutatom, hogy vannak fokozatok, ehhez a hasunkra fekszünk, és hátizom gyakorlat jön. Gyere, fordulj át hasonfekvésbe, nem kell se súlyzó, se heveder, hasonfekvés, és tedd a fenekedre a kezed, húzd be jól a köldököt, kicsi kényelmes terpesz, csípőszéles terpesz, homlokodat támasz le a talajra, lassan két ütemben emelkedj, lassan ereszkedj, nem kell magasra, föl, föl, le, le, föl, föl. Nehezíteni fogjuk majd kartartással, de nem kell minden fokozatot beletenni, így van, tedd a válladra a kezed, föl, föl, le, le, föl, föl, le, le, föl, le, föl, tedd a tarkódra a kezed, egyre nehezebb, ahogy a karok egyre magasabbra kerülnek, föl, föl, feszes farizom, feszes hasizom, le, le. Úgy megyünk tovább, hogy összefűzzük a karokat, a homlokunkat rátámasztjuk az alkarokra. Föl, föl, le, le, föl, föl, le, le. Ha tudod, akkor nyújtsd ki a jobb karod, homlokod a bal, karon támaszkodik. Le, le, hármat még, le, kettőt, le. Kartartás csere, bal kar nyújtva, homlokod a jobb karon, föl, le, föl, le, föl, fűzd össze újból a karokat, négyet, le, hármat, le, kettőt, vissza a válladra a kezed, utolsó négy ismétlés, föl, le, föl, le, föl, le, föl, nagyon jó, egy picit
kicsit pihenünk, nem sokat. Jön egy statikus rész. Ez nyújtsd ki a karjaidat magas tartásba, új a hegyein így a talaj. Húzd be a köldököt. Emeld meg a fejed és a törzsed, és tartsd meg. Ne csapd hátra a fejed. Legyen egy vonalban a törzs és a nyak. Emeld meg a jobb lábat, tartsd azt is, meg a balt is, és tartsd. Meg az egyik kart, meg a másik kart. Tartsd és lélegezz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pihi. Nagyon jó. Megint az előlevő izmok jönnek. Egy pici fekvőtámasz, könnyített fekvőtámasz. Ha ezt nem akarod csinálni, akkor fogd a súlyzódat, triceps nyújtás fej fölé. Térdek a talajon, köldöködet jól húzd be, vállad alatt támaszkodj, csak 20-at. Ne dugd ki hátra a feneked, ne homoríts, billensd a medencédet. 16, 15, 14, ne lógjon a fej. Ne csapd hátra. Egyenes gerinc, feszes hasizom. Már csak 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Nagyon jó. Meg tudod nyújtani úgy is, hogy a combok függőlegesek, a tenyeredet előre tolod, mellkasodat leengeded a talajra. Vagy úgy is meg tudod nyújtani a mellizmokat, hogy hátul összefűzöd az ujjaidat, emeled a karokat, sőt, még kiforgatod hátra a tenyeredet, és ezzel nyújtod a felkarizmait is. A folytatás nagyon érdekes lesz. Az előlevő izmokon megyünk tovább, aztán a hátullevőkön, és csak egyszerűen 100 pici ismétlés. Ha a zene elhalkul, nem érdekes, a százat így is le tudjuk számolni. Ha előbb megállsz, nem baj, lehet pihenni egy picit bármikor. Először is 100 pici hasprés, és ehhez különböző fokozatok is vannak. Az első fokozat az, a legnehezebbet mutatom inkább, ülésből gömbölyű gerinccel hátradőlsz, de úgy, hogy a derekad nem ér le. Van a derekad és a talaj között egy kis távolság, ujjaid hegye a térdek fölött van. Ha ez túl nehéz, akkor lejjebb ereszkedhetsz. Így is folytathatod, vagy becsúsztatod a kezed a fejed alá, és akkor a nyakadnak is könnyebb. Húzd le jól a köldököd. Ujjak hegye a térd fölött. Egy. Ide vissza fogunk érni. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hú, egy nagyot nyújtózunk. Van még egy kicsi. 200-ig fog számolni. Farizom gyakorlat. 100-a jobbal, 100-a ballal. Megcsinálod, megcsinálhatod úgy is, hogy 200 csak egyszerűen páros lábon, és akkor az teljesen szimmetrikus.
A két sarkadat húz közel a fenekedhez, ugye hátul levő izmok fognak dolgozni, függőlegesek a lábszárak, emeld meg a csípődet, párhuzamosak a combok, párhuzamosak és függőlegesek a lábszárak, talpakon és a lapockákon támaszkodsz, és a nyakad laza. És 100 picit kell emelni, egész pontosan 200-at. Én megcsinálom először jobb lábbal, utána bal lábbal, és jöhetsz velem. Ha nehéz, akkor pedig tedd le a lábad, és folytasd két lábon. Jobb lábon támaszkodok, bal lábamat emelem, picit föl, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, csere, fönt a jobb láb, lent a bal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, így számolok én, és pihi. Pihenj egy picit, elől-hátul jó sokat dolgoztattunk mindent, nyújtózz egy nagyot, nyújtsd ki a karjaidat, nyújtsd ki a lábaidat. Nyújtózz meg a jobb oldaladdal, lazítsd el a bal oldalad. Csere, nyújtózz a bal oldaladdal, lazítsd el a jobb oldalad. És nyújtózz mindennel jó nagyot. Tárd szét a karjaidat, hajlítsd be a két térded. Tedd fel a jobb lábadat a balra, jó szorosan. És lassan engedd le jobbra a lábaidat. Tartsd lent a lapockákat a földön, és balra fordítsd a fejed. Ha ez így túl nehéz, akkor lehet a két láb egyszerűen összezárva is. Úgy egy picit enyhébb. Hozz vissza mindent középre. Lábtartás csere. Bal láb fönt. Balra engedjük le. Lapockák a talajon. És a végén jobbra fordítjuk a fejünket. Gyere lassan vissza. Emeld fel a jobb lábad, akaszd be, nyújtsd ki, és lassan nyújtva húzd a törzs felé. Ne hajlítsd be, maradjon nyújtva, nem baj, ha messzebb van. Nyújtsd ki a talajon levő lábad, nyomd le a sarkadat, vádlidat. Egy
Egy kézbe fog, döntsd el jobbra a jobb lábat. Fogd a hevederrel, nyújtott térd. Hajlítsd mind a kettőt, hozd vissza, lábtartás csere. Bal takaszd be, jól nyújtsd ki, és finoman húzd. Nyújtsd ki a talajon a jobb lábad, nyomd le a sarkadat, vádlidat. Bal kézbe fogd a két szárat, döntsd el balra a bal lábat. Ugyanúgy feszes hasizom, feszes farizom mindig. Jó, ez egy gyönyörű zene egyébként. Hozd vissza, átfordulunk hasonfekvésbe, megnyújtjuk a comb belülső részét. Ilyen kis csingilingi. Valamelyik lábadat hajlítsd, sarkadat húzd a fenekedhez, és ha tudod, akkor emeld el a combod a talajtól. Engedd le, engedd el, lábtartás csere. Sarkadat húzd a fenekedhez, a combod még a talajon. De ha megy, akkor emeld meg. Engedd le, engedd el. Sokat dolgoztatunk ma a combot is. Gyere, gördülj föl. Törökülésbe vagy bármilyen kényelmes lábtartással ülésbe helyezkedj el. Nyújtsd a törzsed, görgesd hátra a vállaidat, emeld a karokat. Hosszú törzs, hosszú nyak. Told előre a tenyered, domboríts, támaszd rá a fejed a mellkasodra. Nyújtózz nagyot. Nyújtózz a jobb oldaladdal, bal oldaladdal, fejtetővel, egész törzsel, és mindennel. Maradjon ilyen szép hosszú a törzsed, jobbra engedd le a fejed, tedd rá jobb kezed, bal kézzel keresd meg a talajt. Lazák a combok, hosszú, szimmetrikus a törzs, nehéz a fejed, és kellemesen húzódik a nyakad. Vidd át a bal oldalra. Ugyanolyan hosszú a törzs, szimmetrikus. Jó nehéz a fejed, érzed, ahogy a füled és a vállad között kellemesen húzódnak a nyakizmok. Engedd el, és csak gurítsd egyik oldalról a másikra. Kényelmesen, oda-vissza. Engedd le erről középen. Kapaszkodj meg a térdedbe, vagy a combodba, domboríts kilégzéssel. Nyújtsd a törzsed, belégzés. Egyenes törzsedőj előre, kilégzés. Egy hullámmal gördülj föl, belégzés. Ismételt hátra, kilégzés. Közé. Előre. És egy hullámmal gördülj föl. Nagyon fontos, hogy hosszú legyen a törzsed, maradjon ilyen hosszú, akkor is, amikor kifújod a levegőt. Váljék kedves egészségünkre a torna. További szép napot!